A Duna békés vidéke 2000 évvel ezelőtt. Amíg meg nem jelentek a rómaiak, és harcba nem keveredtek a barbár germánokkal. Egy hatalmas dupla várost építettek ide a légiók és 60 ezer civil számára, hogy megvédjék a római birodalom északi határait. Mára csak két hatalmas aréna maradt, és egy titokzatos nagy birodalmi boltív. A város nagy része még megvan, de a föld alatt, és arra vár, hogy kiássák. Egy teljes elsüllyedt metropolisz. Ezer év alatt sem tudnák kiásni. De modern, minimális beavatkozást igénylő módszerekkel válaszokat kaphatunk. A szkennerek a kukoricaföldeket utakká, fürdőkké és templomokká alakították. És még egy elképesztő dolgot mutattak. Egy helyet, ahol sokan edzettek, harcoltak és meghaltak. A segítségükkel végre átérezhetjük Róma hangulatát. Itt, Carnuntumban, a gladiátorok elveszett városában. Egy modern, kamerákkal ellátott repülő indul Bécsből 65 kilométernyire keletre. A fedélzetén utazik Wolfgang Neubauer, a régészek legújabb generációjából. Ezek az emberek már nem csak ásnak. A levegőből nagy felbontású kamerákkal és szkennerekkel nézik át a terepet, majd a földön radart és magnetométert használnak. Puszta szemmel nem túl sok a látnivaló. Csak mezők, erdők és lapos tájak. És aztán meglátjuk. Tisztán kivehetők egy hatalmas ovális építmény maradványai, ahol a rómaiak szórakoztatták magukat egy kegyetlen játékkal a birodalom szélén. Néhány kilométerrel arrébb ugyanabban az elsüllyedt városban van egy másik gigantikus aréna, amit több ezer néző számára építettek. Ezek között a magányos romok között a régészek lelki szemeikkel már látnak egy eltűnt metropoliszt 5 kilométeres körben. Egy helyőrség, egy kikötő, egy adminisztrációs központ és egy hatalmas város. Az egyik oldalán fekszik a nagy aréna és a titok, amit rejteget. A levegőből nézve csak zöld mezőket látunk, ám egy 1981-es légi felvétel nagyon meglepet minket. A homályos régi képen egy sötét foltot lehet látni az aréna mellett. Semmi mást. Csak akkor került újra elő, amikor Neubauer szkennerrel átnézte az egész várost. A színváltozás azt jelenti, hogy az eső másképp szivárog el, vagyis valami más lehet ott a föld alatt. De mi? Így hát Neubauer a gépét az aréna melletti pont felé irányította. Hát, ha talál valami érdekeset. 30 évnyi földművelés, kiszáradás és klímaváltozás, valamint a kamerák egy új generációjának a megjelenése után most talán talál valami újat. És így is lett. Ideje kielemezni az eredményeket. Ez az 1980-as évekből való, és látszik rajta ez a nagy folt itt. Nem tudtuk biztosan, hogy ez valami geológiai struktúra vagy egy föld alatti régészeti lelet. Most pedig láthatjuk az elmúlt években készült új légi felvételeket. Ez az első alkalom, hogy láthatóvá váltak a falak, főleg itt. Ez a bejárat. És itt.
a felfelé húzódó falak, méghozzá valami építmény falai. Túl nagy, hogy egy kastély legyen, de túl kicsi, hogy mondjuk egy börtön. És miért építették ennyire közel az arénához? Egy két arénával rendelkező városba gladiátorok is kellettek. Meg kellett találni, és ki kellett képezni őket. Csiszolatlan gyémántokként érkeztek. A birodalom minden sarkából. Rabok, rabszolgák, de voltak önkéntesek is, mint például Attikus Észak-Afrikából. Egy korábbi katona, aki kalandra vágyott, és egy utolsó esélyre, hogy előrébb jusson. Fiatal, fit és éhes. Mindegyikük így kezdte. De honnan tudhatják a régészek, hogy valójában mi történt itt? A bécsi Ludwig Boltzmann intézetben a tudósok olyan szkennereket fejlesztettek ki, melyekkel egyszerre több hektárt is át lehet nézni a lassú és drága ásatások helyett. Ha találnak valami érdekeset, célirányosan közelíthetnek. A gépek által begyűjtött adatokból egy háromdimenziós kép készül a föld alatti tájról. Először egy magnetométerrel megmérik a Föld mágneses mezőjének az eltéréseit. Lehet, hogy köveket vagy földet mozgattak azon a helyen. Mindent feljegyeznek és nyers adatként elmentik a pontos GPS koordinátákkal együtt. Ezután föld alatti radarral még mélyebbre néznek, és 3D-s térképet készítenek a falakról és a még ott lévő alapzatról. Ez a múlt feltérképezése. A GPS segítségével a képeket összevetik az új légi felvételekkel, hogy a frissen felfedezett komplexum minden egyes részletét megmutathassák. A képek kombinációja egy végső, nagyon fontos elemet is a felszínre hozott. Hasonlítsuk össze a mágneses képekkel. Igen, nézzék! Így sokkal több részlet látszik. Az épület sokkal teljesebb. Megvannak a falak, minden részlet látszik, úgyhogy sokkal több információhoz jutottunk, de ami a legfontosabb, az a kör alakú építmény az udvaron. Egy kör alakú építmény, ami csak akkor tűnt fel, amikor a radar, a magnetométer és a szkennerek képeit összevetették. Neubauer azonnal rájött, hogy mi az. Egy újabb aréna Carnuntumban. Egy kiképző aréna a gladiátoriskola közepén. Az első teljes gladiátoriskola, amit valaha is találtak Rómán kívül. A római Kolosseum a birodalom összes arénájának a világhírű ikonikus anyja. Közvetlenül mellette egy gladiátoriskola romjai találhatók. Tisztán láthatóak a gladiátorok lakócellái és az arénába vezető alagút is. Ennyi elég is egy régésznek, hogy tudja, mit keressen. És egyből látja maga előtt, ahogy egyszer rég kinézett. A nagy fűtött kiképzőterem. A ház, ahol az iskola tulajdonosa élt, a gladiátorok tanítómestere. A gladiátorok cellái. És itt, az udvar sarkában, a kiképző aréna. Attikus itt tölti majd élete következő pár évét. Ugyan! Unusz!
Már ha lenyűgözi a gladiátorok tanítómesterét. A kiképző arénában és a gladiátor iskola falai között több tucat férfi élt. A történészek nem értenek abban egyet, hogy az iskola börtönként üzemelte, vagy hogy a harcosok szabadon járhattak, kelhettek. De még ha börtön is volt, kifejezetten kényelmes lehetett. A férfiaknak jó kondiban kellett lenniük. A nézők izmokat és tudást akartak látni, és ezt a mester is tudta. A kiképzés kegyetlen volt. Gyorsaság, pontosság, kitartás és néha pár trükk. Mindez azért, hogy lenyűgözzék a mestert. Ám végül minden régész, még a legmodernebb is látni akar kézzelfogható bizonyítékot. Mert még a legrészletesebb kép sem nagyobb egy 10 négyzetcentiméteres négyzetnél. Ha közelebb akarunk jutni, ásni kell. A képeknek köszönhetően Neubauer csapata pontosan tudja, hol kell ásni. Amint a talaj felső rétegét eltávolították, kezdődhet a sokkal aprólékosabb munka. A talajt átszitálják. Kézzel. Hosszú órákon át. Az egyik diák talált egy apró kis fémtárgyat. Ez egy pikkely az egyik gladiátor mellvértjéről. Van még más is. A föld alatt találtunk egy csomó állati csontot, főleg csirke csontot. Úgy látszik, a sült csirke nem csak a modern játékok kedvenc rágcsálni valója. Ahogy felfedik az aréna alapjait, a csapat talál még egy fontos bizonyítékot. Egy lyukat, amiben a kiképző cölöp, a palusz állt. Ez olyan volt, mint egy boxzsák. A palusz lényege az volt, hogy pontosságra ösztönözze a gladiátorokat, a gyakorlás közepette, amikor nem volt ellenfél. Ebben a gödörben állt a cölöp. A belső kört kavicsokkal rakták ki, majd habarcsal kiöntötték. A külső kör egy határvonalat alkotott az aréna és a nézőtér között. Épp amikor Atticus már azt hitte, mindent elsajátított, az edző, egy visszavonult gladiátor kihívta egy tesztharcra.
Valójában ez egy bók volt. Egy teszt. Egy jel, hogy az edző és a mester kezdi komolyan venni az újoncukat. Atticus haladt a célja felé, ami sportbálványt, profithozót és gyilkost jelentett. Egy gladiátor társadalmi helyzete nagyon is kettős volt. Egyrészt egy kitaszított volt, aki a normális civil renden kívül élt. Másrészt sztár élete lehetett, saját rajongókkal, akik tiszteletet és megkülönböztetett figyelmet szenteltek neki, és így sok pénzt kereshetett. Ám amíg nem esküdött abszolút engedelmességet a mesterének, addig ez nem történhetett meg. Atticusnak esküt kellett tennie, hogy elfogadja a sorsát, akármi is vár rá. Ígérem, hogy megadom magam, elviselem az égetést, a megkötözést, a verést és a kard általi halált. Igaz gladiátorként felajánlom a testem és a lelkem. Ahogy a kiképzésük előre haladt, és a testük és a készségeik egyre jobbak lettek, a leendő gladiátoroknak ki kellett választaniuk a specialitásukat. Már csak egy cél lebegett előttük, hogy a nagy arénában harcolhassanak. Tudták, hogy azok, akikkel együtt edzettek, és akik a barátaik lettek, hamarosan a halálos ellenségeikké válnak. Atticusnak a hálót választották ki, és sisak nélkül kellett küzdenie. Fegyvere egy szigony és egy háló volt. Talán kevésbé tetszetős, mint a bronz sisakos harcos, de legalább nem közelharcot kellett vívnia. És a sisak úgyis csak útban lett volna. Volt még egy dolog, ami miatt a gladiátorok annyira fittek maradtak. A kondíciójukat az iskola konyhájának is köszönhették. A kiképző arénában küzdő éhes harcos számára a tűzön sercegő vacsora illata azt jelentette, hogy eljött a pihenés ideje. Egy gladiátor étrendje nem pont olyan volt, mint amilyet az ember várna. Efezusz romjai között, ami egy a mai Törökország partján fekvő város volt, több tucat gladiátor csontvázára bukkantak. A csontok kémiai archívumok. Információkkal bírnak egy-egy ember étkezési szokásaival kapcsolatban. A Bécsi Egyetem egyik laborjában kielemezték az efezuszi csontokat. Fabian Kantz igazságügyi antropológus és a csontokból kinyerhető emberi történetek igazi szakértője. Az elemzés kimutatta, hogy a gladiátorok főleg vegetáriánus ételeket ettek. Az étrendjük főként babból és árpából állt. A bab biztosította az izomnövekedéshez szükséges fehérjét, az árpa pedig a szénhidrátot, amire minden atlétának szüksége van. A gladiátorok egyik beceneve az volt, hogy hordeári, ami árpaevőt jelent. Húst nagyon ritkán vagy egyáltalán nem ettek. Nem csak a gladiátor iskolában, de a római otthonokban sem, kivéve a tehetőseket.
A gladiátorok tudták, hogy egészséges, bár ez nem jelenti azt, hogy finom is. De nem volt más lehetőségük. Engedelmeskedniük kellett, hiszen esküdtettek. A nagy aréna, ami állandóan emlékeztette őket a sorsukra, a fal túloldalán volt. Ennél távolabbra nem is vándoroltak a gondolataik. Maximum a város túlsó felében lévő másik arénáig. Mégis Carnuntum városa nagyon jó kapcsolatban állt a római birodalom többi részével. Ennek jó oka volt. A római utak évezredeken át fennmaradtak. Ezeken át érkeztek az árucikkek Carnuntumba Olaszországból, Spanyolországból és Észak-Afrikából. Csodás luxus cikkek érkeztek északról is. Borostyán a Balti-tenger partjáról, amit aranyárban mértek. Az ősi Borostyán út a Dunán keresztül kontinentális kereskedelmi csomóponttá tette Carnuntumot. Mindezek miatt védelmi lépéseket kellett tenniük. Carnuntum harmadik nagy fennmaradt romját a pogányok kapujának nevezték. A régészek könnyedén rekonstruálták a pogányok kapujának eredeti alakját. Ám a célja továbbra sem volt egyértelmű. Ez a nagy építmény egyedül állt a városon kívül, és semmiféle fal vagy más szerkezet sem kötötte össze a várossal. Amíg Neubauer csapata át nem nézte az emlékmű körüli területet, senki sem tudta, mi zajlott a nagy győzelmi boltív körül. A szkenneléssel azonban képet alkothattak a történtekről. Egy hatalmas átmeneti katonai tábor maradványaira bukkantunk, ahol több ezer római katona várakozott a következő hadjáratra. A pogányok kapuja ennek az óriási tábornak a közepén állt, és a Rómához való hűségükre emlékeztette a katonákat. Ez az a hely, ahová Róma összegyűjtötte a katonáit a birodalom minden részéről, a mediterrán vidék keleti részétől egészen Britanniáig. Hogy megküzdjenek a barbár törzsekkel, akik a Duna túloldalán várakoztak pont mögöttem. Ezeket a germán barbár törzseket vissza tudták szorítani, de sosem tudták legyőzni. Újra és újra betörtek a birodalomba az északi határon. A mocsarak és az erdők újra és újra vérrel áztatott csatamezőkké változtak. A rómaiak utáltak ezekkel a barbárokkal harcolni, akik ismerték a terepet, ezt a nyírkos, sötét, fás vidéket. Marcus Aurelius császár 3 évre áthelyezte a főhadiszállását Carnuntumba, hogy innen irányítsa a hadjáratot. Sokak számára ő jelképezte Róma jó oldalát. Még a halál árnyékában is hitt az erkölcsi tisztaságban, és ezt a gladiátoroktól is elvárták. Rómában a róla elnevezett oszlopon a csapatait láthatjuk, akik átkelnek a Dunán egy ideiglenes hídon, miközben ellentámadásra készülnek. Ám a gladiátorok nem csatlakoztak a fronton harcoló katonákhoz. Nekik más feladatuk volt. Szórakoztatniuk kellett a katonákat a hadjáratok szünetében, hogy ne lankadjon a harci szellemük. A katonaságnak elég pénze volt ahhoz, hogy Carnuntum másik nagy arénáját fent tudják tartani. A gladiátorok bizonyos harcosi erényeket testesítettek meg, amiket a rómaiak nagyra értékeltek. A halál sztoikus elfogadását, és ahogy az egyik római író nevezte, a gyönyörű sebek imádatát.
Gyönyörűsebbek vagy sem, Atticus számára eljött az idő, hogy megmutassa, mit tud. Valódi fegyverekkel, kardokkal és teljes speciális védelmi felszereléssel, ami egyenlő küzdelmet garantált. Nagyon sok apró eltérés volt a gladiátorok páncélzata és fegyverei között. Ezek az apró kis eltérések viszont nagyon sokat jelentettek a harc kimenetele szempontjából. Két lehetőség volt a gladiátorok párbaállítására. Az egyik, hogy két ugyanolyan típusú gladiátornak kellett megküzdenie egymással. Ilyenkor ugyanolyan eszközeik voltak, és senkinek sem volt semmiféle előnye a másikkal szemben. A másik lehetőség, hogy egy másik típusú gladiátorral kellett megküzdeniük, akinek az eszközei is mások voltak. Ez sokkal népszerűbb volt, pont a különbségek miatt. De még ilyenkor is olyannyira kiegyenlített volt az erejük és a tudásuk, hogy egyenlő esélyekkel indultak. Miután bekerültek egy bizonyos gladiátor osztályba, ott is maradtak örökre. Ha valaki hálóval küzdő gladiátor lett, akkor az is maradt. A hálóval és szigonnyal küzdők sebezhetőek voltak, de könnyebben tudtak manőverezni. A háló és a szigony segítségével távolságot tudtak tartani, és ki tudtak kerülni az ellenfél látómezejéből, de ha hibáztak, az ellenfél a kardjával végül elérte őket. Egy idő után külsősöket is kezdett érdekelni a dolog. A gladiátorok kezdtek köz- és magántulajdonná is válni. A hálóval küzdőknek volt még egy előnyük, látni lehetett őket. Ez egy igazi harc lett volna, és nem csak gyakorlás. Az ellenfele már halott lenne. Ez pedig óriási vonzerőt jelentett egy tehetős római matróna szemében, aki mindig megkapta azt, amire vágyott. Így mindenki jól járt, főleg a mester, aki végre bevételhez jutott. Egy gladiátor legerősebb vonzereje az a morbiditás volt, hogy mindig körbelengte a halál. Vagy úgy, hogy ő ölt, vagy úgy, hogy őt ölték meg. A gladiátorok, miután befejezték a kiképzést, úgy érezhették, hogy eljött a vihar előtti csend.
Magabiztosak voltak a készségeiket illetően, de még sosem tesztelték azokat úgy Isten igazából. Ez egy kínzó kilátás olyas valaki számára, aki nagyon is biztos a társadalomban betöltött szerepében. Egy gladiátor tanonc élete a spártai nehézségek és a szokatlan luxus keveréke volt. Teljesen más volt, mint az az élet, amit Atticus Észak-Afrikában megszokott. Eljött a pillanat, amikor a római társadalom két szegmense találkozott. Bepillanthattak egy-egy tiltott világba. Főleg a gladiátor számára jelentett ez győzelmet és egyfajta szabadságot. A gladiátor iskola börtönként való megítélése elég egyoldalú vélemény. Persze a raboknak és az elítélt bűnözőknek szabályok szerint kellett élniük, és őrizet alatt álltak. Ám az igazi profi gladiátorok önkéntesek voltak, és egész normális életük volt. Egy gladiátor értékes befektetésnek számított a kiképzése és az életkörülményei miatt. Költséges volt az életvitelük, és a mester volt az üzletvezető. Ideje volt megtervezni a nagy eseményt. Miután befejezték az ásatást a helyszínen, a régészek újjáépítették a gyakorló arénát, pont oda, ahol eredetileg is állt. Római kori szerszámokat használtak. Így lehetett a legjobban tesztelni az elméletet. Az arénát kisebb harcokra használták. És most újra játszhatják a drámát, pontosan ott, ahol egykor megtörtént. Ma este lesz Atticus első harca a gyakorló arénában. Csodálók és kiváltságos nézők, vagyis szponzorok előtt, akik lehet, hogy nagy összeggel támogatják majd a játékokat. Már ha lenyűgözőnek találják mindezt. Nagy a tét. Igazi fegyverek, igazi harc. Ellenfele késsel és egy kaszaszerű pengével van felfegyverkezve. Ha eléri Atticust, a bal kezében lévő félhold alakú penge borzasztó sérüléseket tud okozni. Ám páncél nélkül Atticus gyorsabban tud mozogni. Teszteli és megzabolázza a pengéket. Atticus jól tanult. Még a hálója nélkül is tartja a távolságot.
És amikor visszaszerzi, ahogy azt a szabályok megengedik, eljön a nagy pillanat. Egy klasszikus vágás a védtelen combra, és a játszmának vége. Legyőzte. A mutató ujját emeli megadásképp. Az igazság pillanata. Nem minden gladiátor harc végződött halállal. Sőt, a legtöbb nem is. Túl értékesek voltak a gladiátorok. Ha az ellenfél remekül küzdött, a nézők általában megkegyelmeztek neki. Ideális esetben egy gyönyörű seb ellenében, amit aztán szépen elláttak. Fabian Kanz igazságügyi szakértő külön vizsgálatot végzett olyan gladiátorok csontjain, akiknek a harci sebei begyógyultak. A fertőzések kifejezetten ritkák voltak. Úgy tűnik, a rómaiak értettek az orvosláshoz. A felszíni sérüléseket, például a vágásokat megtisztították, majd ecettel fertőtlenítették. A gyorsabb gyógyulás érdekében pedig mézet és gyantát kentek a sebre. Fájdalomcsillapító nem nagyon volt. A sztoikus kiképzés nagyon jól jött. Sosem mutatták, hogy szenvedtek. Bátrak maradtak még a halál árnyékában is. Ám Atticusnak ez egy nagy nap volt. Innentől kezdve már minden valóságos volt. Hamarosan igazi sztárrá nőtte ki magát. Mindenki ismerte a nevét közel s távol. Hatalmas harcos lett. Amikor eljött az idő, az aréna mélyén a gyilkolás csak a munkája része volt. Egy gladiátor ugyanolyan gyorsan elbukhatott, mint ahogy felemelkedett. Egy kis fallal körülvett rész az iskola mellett pontosan erről tanúskodik. Wolfgang Neubauer csapata talált egy temetőt. Minden centiét átszitálták, és ezúttal a hamvak között aranyat találtak. Feltártunk egy temetkezési helyet, amiben találtunk egy olajlámpást és aranyékszereket. Ez egy köpeny csatja volt. Egy emlék a dicsőséges időkből. A kifejezetten nagy események előtti estén a mester vacsorát adott a társadalmi elitnek, az úgynevezett Kena Liberát. Bemutatták a harcosokat. Ez is annak a játéknak volt a része, melynek során meg kellett mutatniuk a laza virtust, az egyik nagy római erényt. A városi elit eljött, hogy megnézze a harcosokat és megtegye a tétjeit. Nagy nap ez Atticus számára. Visszatért a saját arénájába. Ám az érzelmei csak úgy kavarognak, hisz ezekkel az emberekkel edzett. A gladiátorok tragikusan stresszes helyzetben éltek. A legtöbb harcot olyanok vívták, akik egy csapatban készültek fel.
Vagyis egy gladiátornak fel kellett készülnie arra, hogy egy olyan férfival kell megküzdeni az arénában, akivel együtt élt, aki a bajtársa volt, sőt, talán még a barátja is. És végül vele kellett szembenéznie az élet-halál harc során. A tanulás véget ért. Eljött a harc napja. Wolfgang Neubauer régész a kirakós utolsó váratlan darabkáját is felfedezte, amely a sport és a brutalitás kombinációját sokkal közelebb hozza hozzánk, mint gondolnánk. Befejeztük az amfiteátrum keleti részének a vizsgálatát. És látható, hogy itt van egy üres rész a gladiátoriskola és az új terület között. Mintha egy sor épület lenne az út mentén, ami közvetlenül az amfiteátrumba vezet. Mi ez itt középen ezekkel a kamrákkal? Ez egy érdekes épület. Nézzék! Tisztán látható az a tartó szerkezet, ahol az élelmet tárolták, melegedényekben. Ráadásul a többi épület elején is olyan dolgok láthatók, amiket csak boltoktól vár az ember. Vagyis ezek itt üzletek voltak az amfiteátrumba vezető ösvény mellett, a játékok idején. Érthető. Ahogy ma is, a nagy sportesemények üzleti lehetőséget jelentettek az árusok számára, az élelemtől az ajándékokig. A rómaiak tudták, mit csinálnak. A mester és a szponzorok is kivették a részüket mindebből. És a nézők nyitottak voltak mindenre, ami egy ilyen nagy sportesemény idején teljesen megszokott volt. A színes élelmiszer, illatok és árucikkek jó hangulatba hozták a nézőket. Még talizmánokat is vehettek, hogy szerencsét hozzanak a kedvenc gladiátoruk számára. Mintegy 12 000 néző jött el Carnuntum arénájába, hogy lássák Atticus visszatértét. Egy profi gladiátor akár 20 harcban is bizonyíthatta a tudását. Amivel a mesterét és a szponzorait nagyon gazdaggá tudta tenni. Ez korai és erős előny Atticus számára. Túl korai. A tömeg és a szponzorok még többet akarnak. Atticus ellenfele együtt edzett vele, és ismerte minden mozdulatát, minden trükkjét. Tudta, mire számíthat. Tudta, mikor kell lebuknia. Atticus elszámította magát.
Most már nem kaphatja vissza a hálóját. Mindketten megsérültek. Ám Atticus elfáradt és kétségbe esett. Egy gladiátor meghalt. Marcus Aurelius császár, a nagy római, aki egykor megvédte Carnuntum városát, ezt írta. Minden, amit most látunk, nagyon gyorsan tova tűnik, és azok, akik látták az elmúlását, szintén gyorsan elmúlnak. Azok, akik nagyon öregen halnak meg, ugyanazt élik majd át, mint azok, akik túl korán hagytak itt minket. Nem is lehetne jobban elmagyarázni azt, amire a gladiátorokat kiképezték. Remekül példázza azt, hogy sem az emlékezet, sem a hírnév, sem más nem ér többet egy kósza gondolatnál. Carnuntum még 250 éven át élt Marcus Aurelius és kitalált hősünk Atticus kora után. Ám a barbárok tovább támadtak. Végül a birodalom lemondott az északi határáról és kiürítette a várost. Miután a rómaiak visszavonultak a Dunától, Carnuntum egy kísértett város lett, és a végén teljesen eltűnt. Bár eltűnt, mégis hagyott maga után nyomokat, amik csak most 2000 évvel később kerültek felszínre. Ezek a képek egyszer csak előtűnnek, mint egy varázsütésre, és segítenek rekonstruálni egy rég elveszett civilizációt meglepő részletességgel. Ami nagyon hasonlít a miénkre, mégis döbbenetesen más. Ez volt Carnuntum. A gladiátorok elveszett városa.